kalapácsolás, megedzés, fényesítés és vésés. Több megpróbáltatás után lesz roppant éles a longchuan kard. A kard csak egyet villan, és egy 10 cm vastag gyékény szőnyeget ketté is szelt. A vágási felület sima és nem szálas. Kínában a kardkészítés hosszú történelmi múlttal rendelkezik, és számos híres kardot készítettek az ősi időktől kezdve. A longchuan kard Kína 10 leghíresebb kardfajtájának egyike, de vajon hogyan készült? Több mint 2600 évvel ezelőtt Ou Yezi, a kardkészítés ősi mestere Longchuan városba érkezett. Megkedvelte a helyi természetet, és elkészítette az első longchuan kardot. Ez Qianqun kard. A neve is az eget és a földet jelképezi. 20 éve uralja a vúsút, ma sincs párja. Ez a kard tényleg egész életemben a legprecízebb munkám. Shen Xinpei a longchuan kard készítésének nemzeti továbbörökítője. A családja több mint 130 éve foglalkozik kardkészítéssel. Ha a kovácsolás során csak egy kicsit is hibázunk, a következő folyamatok már hiába valóak. A nyers acélban és a nyers vasban nagyon sok a szennyezés, ezért a kovácsolás során sokszor összehajtjuk az anyagot, mindezt minimum 1300 Celsius fok hőmérsékleten. A vas és az acél készítésekor a megfelelő hő a legfontosabb. Ha nem elég a hőmérséklet, hiába a fém kovácsolása. De ha jó a hevítés, viszont nem megfelelő a kalapácsolás, akkor megint csak sikertelen lesz a munka. A megedzés után az acél kemény, a vas hajlékony. A kardban mind a két anyag megtalálható. Az acél megvédi a kardpengét, így az nem könnyen hajlik. A vas pedig megakadályozza, hogy a kard eltörjön. A modern korban a szépség és az élesség egyaránt célunk a fényesítés során, mert a kard nem csak az identitást jelzi, hanem a szépséget is megmutatja. Mivel a kard manapság kultúra, művészet, jól néz ki és jó használni is, ezért a mestermunkák legmagasabb szintjét képviseli. A longchuan kard a becsületességet és a nemességet szimbolizálja. Egyszerre merev és hajlékony, heves fényessége meghátrálásra késztet, és finom a vésése. Mindezek miatt a longchuan kard Kína egyik legkiválóbb kardjává vált.